Alexander Schill, Selmeci Roland. Elke Winkans, Kisfalvi Krisztina. Martin Weinek, Németh Gábor. Gerhard Cémann, Orosz István. Rex felügyelő. Gyilkosság a börtönben. Írta Peter Moser. Ezt nézzétek. Strasser! Látta valaki Strassert? Nem láttuk, nincs itt. Talán nem most dolgok. Rendezte Hans Werner. Strasser! Strasser! Zuhanyzó 4-es blokk. Elvira Strasser meghalt. Na, ez mit szólsz, Rex? Kivételesen ma mi vagyunk az elsők. Ez most nem jött be, barátocskám. Szervusz. Szervusz. Én általában korábban jövök, hogy nyugodtan megreggelizhessek. Jó reggelt, Rex. Már befejeztem a reggelit. Na jó. Nem bánom. Jó reggelt! Beugrottam a postára. Valaki küldött egy levelet az előző szolgálati helyemre, és onnan továbbították a lakásomra. De amikor a postás kézbesítette, éppen nem voltam otthon. Aha. És ki küldte a levelet? Egy nő, akit egyszer letartóztattam. A barátja lopásra kényszerítette. Annak idején segítettem neki, hogy csupán bűnrészességért ítéljék el. Azt írja, hogy sürgősen beszélni akar velem, és küldjek neki gyerekkönyveket. Gyerekkönyveket? Miért pont azt? Én sem értem, mit akar ezzel, de kiderítem. Csinálsz nekem egy kávét? Uh-huh. Hogy hívják? Elvira Strasser, a Gasshofeni börtönben ült. Ült? Múlt idő? Már szabadult? Nem. Meghalt. Elvira, ma nem jön játszani. Valaki más vigyáz majd rád. De miért? Mert Elvira elment. Hová ment? Korábban szabadult. Neked meg mi bajod? Miért sírsz? Szegény Elvira, nem bírta már tovább. Nem értem, miért tette. Biztos akad majd más, aki vigyáz a gyerekekre. Mindig mondtam, ennyire szereti a gyerekeket. Ne áltasd magad. Ők is ugyanúgy élnek itt, mint mi. Mégis mit gondolsz? Mi lesz Saskiából, ha felnő? Rossz voltam. Nem, Saskia. Nem. Ha majd felnősz, remek ember leszel. A kollégáim az előző munkahelyemről beszéltek a börtönigazgatóval. Azt mondta, hogy Elvira Strasser öngyilkos lett, de már csak fél éve volt hátra. Miért ölte volna meg magát? Te is tudod, hogy mennek oda bent a dolgok. Ilyesmi gyakran előfordul. Én is tanultam kriminológiát. A legtöbb öngyilkosságot előzetesben követik el, és a büntetés első évében. Szabadulás előtt azonban senki nem lesz öngyilkos. Talán magánjellegű problémái voltak. Akkor miért írt nekem? Miért akart mindenáron beszélni velem? Az az érzésem, hogy valaki el akarta hallgattatni. Niki, hidd el, megértelek, de hivatalosan nem tehetünk semmit. Én bemegyek oda. Arról szó sem lehet. Mi a fenét csinálunk tulajdonképpen? A bűnösöket kellene megbüntetni, és nem az ártatlanokat. És mi van, ha meggyilkolták? Azt mondjuk, hát igen, sajnos van ilyen. Kizárt, hogy erre engedélyt kapjunk. Ez azt jelenti, hogy cserben hagytok? Mm-hmm.
Legalább valaki megért. Gyerünk! Megállni! Tovább! Nos, Böhm! Ha nem csinál semmi zűrt, jól kijövünk majd egymással. Ám ha mégis, a pincében van egy jó kis betoncella. Megállni! Ott aztán kitombolhatod magad. Megértettél? Köszönöm a tanácsot. A lakosztályod. Most csak nézzük, ki van itt. Új jövevény. Hello, Erika vagyok. Sikkasztás 4 év. Sylvia Manz. Vegyes kereskedés. Ezért csuktak le. Nem. Ezzel csak itt foglalkozom. Ha netán szükséged lenne valamire. Milyenek a smasszerek? Most kicsi idegesek, mert valaki öngyilkos lett. Felvágta a torkát a zuhanyzóban. Mégis mivel? Széttörte a lámpát, és ennyi volt. Ez kizárt. Edzést tartasz? Igen, igyekszem. Van tornaterem a házban? Nem tudtam. Csak kérdezz engem, ha szeretnél tudni valamit. Aha. Mondd csak, hogy juthatok be gyorsan a betegszobába? Az orvosnő hetente egyszer jön. A kisebb sérüléseket magunk látjuk el. Értem. És ki nézte meg a halottat? Elvirát? Nem tudom. Minket bezártak a cellába, és elvitték. Ő volt itt a legjobb barátnőm. Sajnálom, rossz lehet. Akkorát ütött, mint egy lórugás. Szokolnak nincs ki minden 4 kereke. Manc embere, ő a végrehajtó. Kérsz fájdalomcsillapítót? Nem, köszönöm, nem élek vele. Pedig jobban tennél. Becserélheted kávéra, a bélyegre. Inkább pihennék még egy kicsit. Iszonyúan zúg a fejem. Rendben. Addig beugrom a kislányomhoz. Beteglapot nem kell kitöltened? Nem. Nincs is kulcsom az iratszekrényhez. Várj meg itt. Tulajdonképpen nem szabadna egyedül hagynom. Igen. Vágott sebek a nyakon, a bal oldalon a nyaki ütőér felnyílt. A halál oka kivérzés, öngyilkosság. Öngyilkosság, ilyen sérülésed kell. Látom, már otthonosan mozogsz nálunk. Meg akartam nézni, megvan-e még a beteglapom. Néhány napot már eltöltöttem itt a betegszobában. A mi orvosnőnknél erre esélye sincs. Csak keresgél nyugodtan, én majd figyelek. Nem olyan fontos. Te meg mit művelsz itt? Te is itt vagy. Na, akkor minden rendben.